egy japán kertben vagyunk, ami egy igazi különlegesség. Budapest, Zugló 14. kerület, a Varga Márton Kertészeti Szakközépiskola kertjében vagyunk. Ez egy olyan japán kert, ami 1929 óta, tehát akkor létesült, azóta folyamatosan fejlesztették. Ide még annak idején a legenda szerint Hirohito császár is ajándékozott köveket. Valami titokzatos, valami mesebeli világba fogunk majd belépni. A japán kerteknek vannak olyan feltételei, amely más kertekre nem jellemző. Mindegyikben vannak kövek, általában tipegő kövek, ami végigvezeti a sétálót, a meditálót. Ilyen kerti teázó, egy ilyen kis pavilon az mindig ott van. Ugye a tea is egy tipikusan olyan ital, amit nem lehet csak úgy gyorsan meginni. A nyugat-európai ember az mindent csak funkcionálisan tud végig gondolni. Egy japán kert azonban mindig arról szól, hogy egy picit csendesedjünk el, kapcsoljuk ki a telefonunkat. Bemegyünk, és az egy teljesen más világ. Azt hiszem, ez az, amire minden ember legbelül vágyik. Minden a csendről, a lelassulásról, a nyugalomról szól. Egy hely, ahol nem kell szerepeket vállalnom, ahol nem kell eljátszanom, hogy én a főnök vagyok, vagy a titkárnő vagyok egy munkahelyen. Sóhajó hídjára fogunk most felmenni. Az egész életünk, és ez a japán kertnek szintén egy üzenete, nem más, mint belső gondolatvilágunknak a manifestációja. Ez a sóhajó hídja egy picikét erre mutat rá, koncentráltan, hogy álljunk meg, jöjjünk tisztába azok, kik is vagyunk mi, merre tartunk, és aztán szépen lépésről lépésre az ember elmegy afelé, és akkor azt tapasztalja egyszer csak, hogy húha, csoda történt, mert amit a sóhajók hídján kívántam, az megtörtént velem. Egy másik úton tud elindulni, amely sokkal eredményesebb. Varga Márton iskolánk névadója, korábbi igazgatója ennek az iskolának. Nagyon sokat tett azért, hogy ez az iskola így mai formájában így tudjon működni. Aki itt végzett, abból igazi kertész tud válni. Én 6 éves korom óta kertész szeretnék lenni, itt laktam a környéken, szintén Zuglóban, és nem volt kérdés számomra, egyszerűen a sorsom, az utam ide vezethet. Persze mi nem csak nézegettük itt a japán kertet, hanem amikor a mocsárszagú, elpusztult vízinövényeket ki kellett szedni a beton aljáról, természetesen ez is hozzátartozott, de hát ez egy ilyen szakma, gyötrelmes, de gyönyörű szép.